Nere a Pena eddigi utolsó gólja. Ez pedig az a törés, pontosabban szakadás, ami a spanyol kézilabdás idei szezonjának végét jelentette. És a Fradi átlövője két hónappal ezután. Már nevetni is tud, és térdrögzítőt sem kell hordania, de azért nem felejti azt a pillanatot. Sajnos rögtön éreztem, hogy komolyabb a baj. Nem volt olyan fájdalmas, mint az első sérülés, de éreztem, hogy súlyosan megsérültem. Nere a tavaly nyáron érkezett az Icsakóból a Fradiba, akkor is ugyanilyen térdszalag szakadás után lábadozott. Amikor megérkeztem, természetesen volt bennem félsz, hogy mi vár itt rám. Nem beszéltem a nyelvet, ők sem az enyémet, de minden nagyon jól alakult. Hamar befogadtak a csapattársak. Megismertem és megszerettem Budapestet is. Sőt, az egyik vezéregyénisége volt a BL-ben a Fradinak. Persze jó mestere volt korábban. A Győr jelenlegi edzője Ambrose Martin. Ambrose nagyon jó edző, taktikailag is nagyon felkészült, és a játékosok egyéni edzése is fontos számára. De mondtam már neki, hogy készüljön fel, mert megpróbáljuk megszorongatni őket, és jövőre ez fog elhangozni a Fradi tábortól. Mármint, hogy 10-el nyer a Fradi a Győr ellen. Egyelőre a magyar bajnoki döntőben most a Győr dobott 15-tel többet az FTC-nél, de az egészséges Nereával akár ez is megtörténhet, aki az interjú végén azt is bevallotta, nem mindent szeret, ami zöld. Nem szeretek egy borka.